sokszínűség a DNS-ben, okok és következmények. Már a cím is valami csodát ígér, hogy az a DNS, az nem olyan DNS, mint ahogy akár mi is tanultuk, bár amikor én voltam egyetemista, akkor még DNS sem igen volt, hogy az a négy bázis, hogy hogy is alakul, hát ma már kiderül, hogy nem is úgy, ahogy mi gondoltuk, vagy alakulhat másképp is. Hadd mondjam el, hogy Vértesi Beáta 2001 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki Egyetem vegyész és biomérnöki karának tanszékvezető egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Kutató Hálózat Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének csoportvezető tudományos tanácsadója. Önálló kutató csoportját 2001-ben hozta létre a Howard Hughes támogatásával, és 2011-ben hozta létre a BioConstruct laboratóriumot, ahol a fehérjék szerkezetével, illetve szerkezetük azonosításával foglalkoztak, és a térszerkezet meghatározásával. Azt hiszem, hogy ennek alapján rögtön elmondhatjuk, hogy a legkorszerűbb módszerekkel dolgozott, illetve ő és kutatócsoportja új módszereket is dolgozott ki, fehérjék azonosítása, térszerkezete és aminosav szekvenciájának a tisztázására. Az egyik nagy eredménye, hogy a genomi integritásban kulcsszerepet játszó DUTPase enzim család vizsgálatával számos új eredményt ért el, és ezen enzim egyik inhibitora, az már a klinikai kettő fázisban van a nem kissejtes tüdőtumor gyógyításával kapcsolatban. Tehát ebből csak arra akartam rámutatni, hogy nem csak elméleti kutatásokról van szó, hanem kőkemény gyakorlati eredményeket is hozott. A másik tudományos irányzat az az uracillal kapcsolatos, nevezetesen ezekkel a furcsa DNS-beli szekvenciákkal, és itt az uracilnak a hatása, helyzete, térszerkezetben való részvételével kapcsolatos egészen új eredményeit emelném ki, illetve az uracillal való helyettesítéssel kapcsolatos eredményeit. Ez olyan módszer dolgoztak ki, ami kvantitatív módon feltérképezi a DNS-beli uracil mintázatot, ami azt hiszem, hogy hát nemzetközi szinten is kiemelkedő, ami a vizsgálati módszereket illeti. Vértesi Beátát sokan ismerik, a kutatási eredményei, a csak ez nem kisebbítő tényező akar lenni, hanem inkább a bővítmény eleje, hogy nem csak kutat, hanem oktat, és eddig 22 hallgató szerzett PhD fokozatot, és ő maga pedig 3 proszájenciás diákot vezetett végig. Én nem is tudok olyat Magyarországon, aki nekem 2 volt, de 3-ról én nem tudok, hogy rajta kívül kapott-e valaki 3 proszájenciás kitüntetést. Hát persze ennek a neve a mestertanári aranyérem. És ezen felül pedig a rengeteg TDK hallgatója volt és van ma is, és ezen felül pedig, amiért én személy szerint is hálás vagyok neki, hogy az osztályon a Molekuláris Biológiai Genetikai és Sejtbiológiai Bizottság elnöke, és már hosszú ideje, és minden kérésünket, az osztálynak a kéréseit mindig rendre időben és abszolút precizitással végzi el. Azt gondolom, hogy egy DNS vizsgáló nem is lehet más, mint halálosan precíz, de egyébként nem érne el eredményeket. Ezen kívül pedig a Federation of European Biochemical Societies Executive Committee-nek a tagja, a FEPS Advanced Course Committee elnökségének elnöke és vezetője volt a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítványnak. Több nemzetközi folyóiratban szerepel, ugye ami hát azért nem akármilyen, mint a FEPS Open Bio Senior Editora, és
számos más egyetemi bizottságban van. Az Institut de France és az Amenti Scientia Europea és a hazai L'Oréal UNESCO díjnyertese és az Akadémia Európea tagja. Ezek száraz adatok voltak, de aki ismeri őt közelebbről is tudja, hogy egy végtelen kedves segítő szeméről van szó, aki mindig készen áll, mindig segít. Nem véletlen, hogy a diákjai között is fantasztikus népszerűségnek örvend, és azt hiszem, hogy ennek a mi szakmánknak, a szabad így mondanom, a kutatóknak ez az egyik legnagyobb pozitív visszajelzés, amit az ember az életében kaphat. Úgyhogy nagyon sok szeretettel gratulálunk a megválasztásodhoz, és tisztelettel felkérlek, hogy tartsd meg az előadást. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, tisztelt osztályelnök úr, tisztelt biológiai osztály, kedves kollégák, munkatársak, barátok és családtagok. Nagyon szépen köszönöm osztályelnök úr bevezetőjét, bemutatását, és ezzel a bemutatással fogok neki a szépfoglaló előadásnak, ami, mint mindjárt tudjuk, egy szabad műfaj. Én igyekeztem úgy kialakítani, hogy azon túl, hogy érdekes információkat fogok megosztani önökkel a kutatásainkról, legyen benne egy kicsit több is. Először is a DNS-ről lesz itt szó, de mielőtt belecsapnánk magába a témába, köszönetet szeretnék mondani. Köszönetet szeretnék mondani ajánlóimnak, akiknek köszönhető, iniciálták a folyamatot, hogy én most itt állhatok önök előtt. Búzás Editnek, Erdei Annának, Fésis Lászlónak, Gráf Lászlónak, Nagy Lászlónak, Padisák Juditnak, Sarkadi Balázsnak, Simon Istvánnak és Szőlősi Jánosnak. És szeretném külön megköszönni Fésis Lászlónak, hogy ezt az ajánlási folyamatot egybefogta és koordinálta. Hálás szívvel köszönöm a biológiai osztály tagjainak, hogy meggyőző szavazati arányukkal kifejezték azt a meggyőződésüket, hogy közéjük tartozom, és ennek megfelelően aztán az akadémikusok gyűlése taggá választott. A Magyar Tudományos Akadémia hosszú múltra tekint vissza, ugye 2 év múlva fogjuk ünnepelni a 200. a létrejövetelének a 200. évfordulóját. És ez egy hosszú történelem. Én szeretnék arra rávilágítani, hogy ebben a hosszú történelemben volt egy olyan dolog, ami közvetlenül az én családomhoz kötődik. És ez akkor volt, 127 éve, 1895. május 10-én, amikor Szatmári Györgyöt, a dédapámat, az akadémikusok gyűlése, a közgyűlés levelező taggá választotta. Szatmári György viszonylag rövid életet élt, 52 évet élt, és ez alatt a rövid élete alatt nagyon sok mindent tett le az asztalra, komoly dolgokat, amik előremutatóak, és azért gondoltam, hogy megemlékezem itt most róla, mert nagyon húsba vágó kérdésekkel foglalkozott, amik mind a mai napig fontosak mindannyiunk számára. Erdélyben született, korán árvaságra jutott, és nagyon nehéz körülmények között végezte el iskoláit, de végül is a kitartásának hála, és annak hála, hogy végig a reformkor két nagy eszménye, a haza és haladás vezette cselekedeteiben, nagyon komoly dolgokat ért el. 1890-ben az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter, Vlasics Gyula, miniszteri tanácsossá nevezte ki, és ettől fogva haláláig elérte, hogy a Magyarország területén található elemi iskolák száma közel megduplázódott. Felismerte tehát, hogy az oktatásban van a jövő, és azt gondolom azért fontos, hogy visszatekintsünk arra, hogy mi történt előttünk, mert erőt tudunk meríteni abból a saját cselekedeteinkben, hogyha látjuk, hogy milyen sok viszontagság között, milyen nehéz körülmények között, milyen komoly eredményeket lehetett elérni. Tervszerűen cselekedett a dédapám, és a tervezés az ugye minden kísérletezésnek az alapja, és minden emberi cselekedet is akkor vezet majd sikerre, hogyha terveket állítunk össze rögtön, mielőtt az útnak neki indulnánk. Mérnökök a terveket tervrajzokba önték, és hát én is mérnök vagyok, vegyészmérnök, biológus mérnök, úgyhogy egy olyan képpel indítanék, ami egy nagyon híres ábrázolás, ismerik biztos önök is, Leonardo da Vincinek egy képe, egy koncepciója arról, hogy mi is az ember tervrajza, hogyan lehet ez geometriailag arányokkal megfogalmazni.
Ez nem csak a saját kútfejéből robbant ki ez az ábrázolás, aminek művészettörténetileg is komoly értéke van, hanem egy római hadmérnök korábbi koncepciójára építette, Vitrivianusnak a koncepciójára, és ezért hívják ezt a komoly, szép ábrázolást Luomo Vitrivianónak. Tehát a tervrajz nagyon fontos. És az emberrel foglalkozni meg egy csodálatos dolog. Az embernek egy ilyen szupra-individuális tervrajza után most menjünk az infra-individuális világba, és nézzük meg, hogy molekulárisan mi is az a tervrajz, mi az a terv, ami irányítja az emberek élőlények működését. Hát ugye itt a DNS-ről fogok most beszélni, és azért ezt a szintén híres képet hoztam ide, mert nagyon jól megragadja azt a pillanatot, amit aztán Szent Györgyi Albert idézetével is ott oldalt alátámasztottam. Ez a két kutató olyat látott meg, amit már mindenki láthatott, aki a kísérleti eredményhez hozzáfért, de utána olyat gondolt, amire mások még nem gondoltak. Tehát ők képesek voltak arra, hogy abból a kísérleti eredményből, ami Rosalind Franklin laboratóriumában született, ebből a szépségesen szimmetrikus röntgendiffrakciós felvételből, asszociáljanak egy modellre, és hangsúlyoznám, hogy amikor ők ezt közölték, akkor még ez nem volt minden részletében bizonyított. De mégis képesek voltak arra, hogy egy kísérleti eredményt nagyon innovatív módon értelmezzenek, és azt gondolom, hogy az a sikeres és jó kutató, aki egyszerre képes az adatokat begyűjteni, és ezt szigorú monotonitással, nagyon szigorú ellenőrzéssel megtenni, és képes ugyanakkor arra is, hogy merész koncepciókat építsen. Sajnos ebben az esetben ez a kétféle tulajdonság különböző emberekben öltött testet. Tehát nekik és az utánuk következő kutatóknak hála, ismerjük a DNS szerkezetét, legalábbis azt, ahogy a tankönyveket számunkra bemutatják, és itt van ez az elegáns, hűvös eleganciát sugárzó és önmagában is stabilitásra utaló szerkezet, a kettő spirál, amiben a bázisok befelé fordulva adenin a timinnel, guanin a citozinnal alkot bázispárt. A szerkezetre nézve vannak nagyon megbízható kísérletes eredményeink. De mi a helyzet vajon a kémiai összetétellel, és különösen mi a helyzet a bázisokkal? Mi a helyzet a szekvenciával? Arra nézve, milyen eredményeink vannak? Mennyire bízhatunk meg azokban az eredményekben, amik a szekvenciát és a bázis összetételt tárják elénk? Na most ehhez, hogy ezt a problémát úgy közelebb hozzam mindenkihez, szeretnék rávilágítani arra, hogy a DNS-nek van egy másféle nézőpontja is, és ezt itt most kémiai nézőpontból mutatom meg önöknek, azt a nagyon hűvös, stabil spirált. Ha kémiai nézőpontból nézünk rá, akkor rögtön kiderül, hogy számos olyan reaktív központ van benne, amiket ezekkel a piros nyilakkal próbáltam itt valahol illusztrálni. Számos olyan kémiai kötés van a DNS-ben, ami akár spontán élettani körülmények között is felhasadhat, és ettől a genomi integritás megváltozik. Ez egy dinamikus folyamat, ezek a hibák folyamatosan keletkeznek bennünk, plusz még vannak a külső nagyobb behatással járó dolgok is, de az élettani körülmények között is, most így, ahogy beszélek, mindannyiunk sejtjében számos ilyen folyamat folyamatosan lejátszódik. Hát miért van az mégis, hogy ezzel a sok kreativitással képesek vagyunk túlélni? Ez azért van, mert van rengeteg az evolúció során kifejlődött DNS javító mechanizmus, amik specifikusan az egyes hibákra felismerik azokat és kijavítják. Mégis a dinamikus folyamatban egyértelmű, hogy a DNS-ben nem csak az a négy bázis van jelen, hanem ahogy itt például kiemeltem, oxidáció, alkilezés hatására dezaminált, oxidált, egyébféle bázisok keletkezhetnek. Sajnos a DNS szekvenálás, ami a bázis sorrendnek a megállapítására szolgál, egy olyan technika, ami nem tükrözi ezt a sokszínűséget. És ez azért van, mert maga a módszer alkalmatlan arra, hogy a négyen felüli sokszínűséget tükrözze, azért, mert úgy történik ez a módszer, hogy a DNS két szálát ketté választjuk, a templát szálhoz, aminek a szekvenciát meg akarjuk határozni, hozzáépítjük az új szálat, és ezt a polimerizációs folyamatot követjük nyomon, és a polimerizációs folyamat eredményéből nézzük vissza, hogy mi volt a templát szálnak a szekvenciája. Mindez kiválóan működik akkor, hogyha tényleg csak a négy bázisra figyelünk oda, ugyanis ezt a polimerizációs folyamatot a négy bázist tartalmazó építőkő jelenlétében valósítjuk meg. A DNS szekvenálás ebből a módszerből kiindulva rengeteg technológiai újítással eljutott ma már odáig, hogy az emberi genom
DNS szekvenciájának a meghatározása nem egy évekig tartó lehetetlen feladat, hanem megközelíthető. Személyre szabott genom szekvenálás elérhető viszonylag normális áron, a forint árfolyamot most nem hozom ide, rövid idő alatt megvalósítható, és mindez a személyre szabott orvoslásnak hihetetlen tárházát nyitja meg előttünk. Lehetséges tehát, hogy egyes embereknek DNS szekvenciájának a meghatározásával információt gyűjtsünk arra, hogy ők milyen betegségre hajlamosak, a gyógyszereket személyre szabva tervezzük meg, abból kiindulva, hogy az adott emberek DNS-ében a metabolikus folyamatok pontosan hogyan vannak kódolva, milyen variációk lehetségesek, és hát ugye rákutatásban különösen nagyon fontos, hogy egyedi sejtekből is tudunk DNS szekvenálni, a rákos daganatok evolúciójára erre nagyon sok mindenre tudunk következtetni. Ez tehát egy rendkívül jó és fontos dolog, de mégis, továbbra is igaz, hogy nem tudjuk a teljes kémiai hűséggel visszaadni a DNS-ben jelenlevő bázisokat. És ugye mivel csak 4 bázis kontextusában nézzük mindig ezt a DNS szekvenciát, ezért, hogyha van egy olyan bázisunk, mint például a metilcitozin, ami közismerten egy nagyon gyakran előforduló bázis, akkor csak abból, hogy ő guaninnal párosodik, nem fogjuk tudni, hogy ő most egy metilezett citozin volt, vagy csak egy sima citozin. Olyan ez, mint amikor rajta van a gyűrű az ujjamon, vagy nincs rajta a gyűrű az ujjamon. Egy metil csoport jelenléte nagyon sok mindent jelenthet abban, hogy milyen szabályozó funkciók vannak a DNS-ben, és ezzel a kis tükör hasonlattal próbálom itt bemutatni, hogy itt áll ez a metil citozin a tükör előtt, de a tükörben valami mást látunk, így tehát ez a szekvenálás nem adja vissza a sokszínűséget. Hogyan tudunk ezen a problémán túlhaladni? Hogyan tudjuk megoldani és tényleg megérteni, hogy ebben a nagyon fontos tervrajzban mi is van kódolva? Sokféle bázis van a DNS-ben, amiket most így egyes néven szokatlan bázisoknak fogok hívni, amikre igaz az, hogy a megszokott bázisokkal való bázispárosodásra hajlanak, és ezért a szekvenálásból nem fogjuk tudni, hogy citozin vagy metilcitozin, uracil vagy timin, metilezett adenin vagy sima adenin áll-e az adott bázissal szembe. Minden ilyen bázisra, ami szokatlan bázis, új és új módszerre van szükségünk annak érdekében, hogy ezeket pontosan be tudjuk azonosítani a DNS-ben. Például a metilcitozinra van egy nagyon ötletes kémiai megoldás, más bázisokra pedig másféle módszerekre van szükségünk. Ez nagyon fontos tehát, hogy eleve ahhoz, hogy hozzáinduljunk a DNS szerkezetének a megértéséhez, tudnunk kell, hogy minden olyan bázisra, ami szokatlan bázis, valamilyen új módszert kell terveznünk. Na most itt azért van egy nagyon komoly bökkenő, mert ugye ha nem tudjuk, hogy milyenféle szokatlan bázisokról akarunk mi információt gyűjteni, akkor módszert se tudunk tervezni, tehát csak akkor tudunk kiindulni, hozzálátni ennek a feladatnak, hogyha valamilyen független kísérletből már van adatunk arra nézve, hogy egy furcsa bázis, például az N6 metil adenin előfordul a DNS-ben. Hát ezek közül, a szokatlan bázisok közül a mi csoportunknak a fókuszában az uracil nevű bázis áll, ami itt van feltüntetve, egy viszonylag egyszerű kémiai molekula. Erre az uracilra fordítjuk a figyelmünket, és miért ezt helyeztük a fókuszba? Azért, mert ő egy nagyon gyakran előforduló, és viszonylag könnyen a DNS-ben előfordulásra kerülő bázis. 2 útja van annak, hogy a DNS-ben uracil jelenjen meg. Az egyik a timin helyettesítő beépülés, amikor arról van szó, hogy a szervezetben egyszerűen a nukleotid szintek, az építőkövek szintjei megengedik a DOTP jelenlétét, és ekkor a polimeráz, nem ismerve föl, hogy itt egy metilcsoporttal kevesebb timinről van szó, beépíti a DNS-be adeninnel szembe. Na most ez, mivel a timin és az uracil ugyanúgy az adeninnel párosodik, nem egy mutagén módosulás, tehát igazából azt gondolhatnánk, hogy a szervezet ezt akár el is tudja jól viselni. Ugyanakkor a másik uracil előfordulás miatt van egy nagyon erős javító mechanizmus, ami a DNS-ben levő uracilokat felismeri és kivágja, és ez a javító mechanizmus a timin helyettesítő uracilokra is mindig életbe lép. Ez a javító mechanizmus a báziskivágó javító mechanizmusnak az egyik verziója. Tehát jól lehet, nem mutagén ez a módosulás, mégis, hogyha nagyon sok ilyen uracil bekerül a DNS-be, akkor a javító mechanizmus elkezdi végezni szolgai specifikus hatékony folyamatát, ami a végén oda vezet, hogy hiába valóan vág, és a DNS fragmentálódik.
A másik módja annak, hogy a DNS-ben uracil forduljon elő, az a citozin nevű bázisnak a dezaminálása. Itt van ez a kémiai reakció. Látszik, hogy az amin csoport eltűnik, és helyette egy kettős kötéssel kötött oxigént tudunk megfigyelni az uracil molekulán. Na most ez egy spontán módosulás. Naponta egy emberi méretű genomba 500 vagy akár 1000 ilyen módosulás is bekövetkezhet, és ez egy mutagén módosulás, mert ugye itt a citozint, ami a guaninnak a párja, lecseréltük adeninre, ami a timinnek a párja. Szóval ezt aztán biztos ki kell javítani, lehetőleg gyorsan, mert különben ezek a mutációk megmaradnak a szervezetben. Ráadásul a helyzetet még bonyolítja, hogy a spontán dezamináláson kívül nagyon sok olyan enzim van a szervezetben, ami kifejezetten a citozint dezaminálják, ez nekik a funkciójuk. Nyilván élettanilag ennek mindnek nagyon komoly szabályozó szerepe van, most erre nem fogok kitérni, csak szeretném aláhúzni annak a jelentőségét, majd meg is értik, hogy miért próbálom ezt a pontot nagyon hangsúlyosan elmondani, annak a jelentőségét, hogy uracil citozin dezaminálással könnyen keletkezhet. Hogyan tud a szervezet védekezni? Először arról beszélnék, ugye, amit már mondtam, hogy magának az uracilnak a DNS-ből való kivágásáért a bázis kivágó javító mechanizmusnak az UDG, uracil DNS glikoziláz, UDG nevű enzimmel kezdődő folyamata a felelős, és UDG-ből sokféle család is van, tehát ez egy nagyon fontos enzimatikus aktivitás, amit több különböző fehérjében megtalálunk, ezek közül az UDG-nek nevezett izoforma, ami a legnagyobb aktivitással rendelkezik. És van egy másik olyan javító mechanizmus is, mondhatni, egy preventív javítás, ami azt próbálja megakadályozni, hogy a DUTP szint magas legyen a sejtekbe, és akkor így timin helyére beépülhessen az uracil. Ezért a preventív mechanizmusért a DUTP-áz enzima felel, ami egyszerűen azt csinálja, hogy ezt a káros DUTP nukleotidot elbontja, kivonja a forgalomból. Szóval van itt egy DUTP-áz, meg egy UDG nevű fehérje, amik egyaránt nagyon fontosak a uracil elleni harcban a DNS számára. Hát, hogy miért is akartam ezt a citozin dezaminálást itt most nyomatékosítani, az azért van, mert ugye most a legújabban kihirdetett Nobel-díjak sorában paleogenomikáért kapott Nobel-díjat Svante Paabo, finn észt kutató, aki rájött arra, hogy hogyan lehet nagyon régi DNS-t megbízhatóan szekvenálni. És ezzel feltárta, hogy a neandervölgyi emberfajjal, a Homo sapiensnek van komoly rokoni kapcsolata, és még egy másik hominid emberfajt is szekvenálni tudott. Na most ezzel a feladattal kellett neki szembesülnie, hogy olyan DNS-ből kellett információt nyernie, ami 40 ezer évig a föld alatt volt, ott már ugye a javító mechanizmusok nem működtek, de folyamatosan történtek azok a jellegű kémiai változások, amik az adott környezetben előfordulhatnak és megengedettek. És egyértelmű, hogy az egyik legnagyobb kihívás, a legnagyobb kihívás az az volt, hogy a citozin dezaminálásból létrejövő uracilt ezekben az ősi csontokban hogyan lehet konsziderálni, mi a megoldás arra, hogy ezek nevezessenek aztán mutáns szekvenciához, amikor leolvassuk utána a szekvenciát. Szóval az volt a megoldás, hogy az UDG nevű enzimmel az uracilt kivágták, és így tehát megszabadultak attól a részétől a genomnak, amiben a citozin dezaminálódott uracillá. Nyilván így akkor most ugye egy kis információvesztés is történt, mert a DNS egy darabját nem tudták aztán szekvenálni, de hát sokféle DNS darab volt, úgyhogy a végén csak sikerült összerakni meggyőző módon a neandervölgyi és a Denisov genomot. És akkor most rátérnék arra, hogy hát milyen eredményeket értünk mi el ebben az érdekes kutatásban. Lenne egy diám arról, hogy magával a DUTP-áz enzimmel milyen eredményeket értünk el. Ugye a DUTP-áz enzim volt az, ami a DUTP szint karbantartásáért felelős. Itt elsősorban a szerkezeti biológiai megközelítéseket alkalmaztunk, és ahogy ez a két kis ábra mutatja, a DUTP az egy olyan homotrimer enzim, különböző színnel vannak az alegységek, amiben három aktív centrum található, és nagyon érdekes módon mindegyik aktív centrum úgy van felépítve, hogy mindegyik aktív centrumba mindegyik alegység beletesz valamit a konzervált motívumokból. Most erről nem fogok itt többet beszélni, mert ezek tényleg már publikált eredmények, és az időt inkább arra szeretném kihasználni, hogy rátérjek a kutatócsoportunknak másik fő témájára, ami a DNS-beli uracil, mint élettani jel koncepciót vizsgálja. Eddig elég sok rosszat elmondtam az uracilról, hogy ez milyen egy hiba, és mindig csak zavar, és meg kell tőle szabadulni. Most váltanék ebben a felfogásban, és arról szeretnék beszélni, hogy milyen élettani funkciói lehetnek a DNS-beli uracilnak.
Amikor mi odaérkeztünk ehhez a területhez, akkor az irodalomból már ismert volt, hogy a DNS-ben előforduló uracil egyértelműen hozzájárul az immunoglobulin gének sokszínűségéhez. Mi pedig úgy döntöttünk, hogy több élettani modellben szeretnénk megvizsgálni a DNS-beli uracil előfordulását és szerepét, és aztán az előadás végén a kórélettani jelentőségre is rávilágítanék. Hát először feltettük azt a kérdést, ugye ez a DUTP az enzim, ez egy nagyon fontos dolog, láttuk, hogy a DUTP-t el kell onnan távolítani, de mi történik akkor, ha nincs jelen DUTP-áz? Mondjuk ez egy olyan furcsa kérdés volt, mert azért arról szólt az irodalom, hogy ez egy eszenciális enzim, mégis egy kutatással, Grolmus Vincékkel közösen rádöbbentünk arra, hogy számos olyan baktérium van, aminek a genomjában egyszerűen nem kódolódik a DUTP-áz enzim. Vannak tehát olyan organizmusok, amik valahogy megoldották ezt a problémát, hogy nekik nincs saját ilyen úgynevezett eszenciális enzimük. Hát ezek közül az egyik a Staphylococcus aureus, ami hát orvosbiológiailag egy nagyon fontos organizmus. Tudjuk róla, hogy rendkívül hajlamos arra, hogy sokféle antibiotikummal szemben rezisztens törzsei alakuljanak ki, kórházi fertőzésekben életveszélyes állapotokat tud előidézni. Tehát mindenképpen nagyon érdekes és fontos azt tanulmányozni, hogy vajon ez a baktérium a sokféle törzsében hogyan él, mik azok a mechanizmusok, amik specifikusan a Staphylococcus aureusban tetten érhetők. Hát ha aztán ezek elvezetnek majd oda, hogy valahogy hatékonyabban tudjuk támadni ezt a baktériumot. És ugye, mint mondtam, a Staphylococcus aureus önmaga nem kódolja a DUTP-ázt. De aztán van ennek a paradoxonnak egy jó feloldása, mert hogyha próbálunk körbenézni és izolálni vad törzseket Staphylococcus aureusból, akkor szinte azok mindig fággal fertőzött törzsek lesznek, és érdekes módon a Staphylococcus fágok majdnem mindig tartalmazzák a DUTP-áz enzimet. Itt tehát egy olyan gazda patogén kölcsönhatásról van szó, ahol a gazda mostan, a Staphylococcus baktérium, a patogén meg a fág, ami őt megtámadja, és ez a kölcsönhatás igazából egy kicsit még akár jó is lehet a baktériumnak, mert beviszi ezt a tisztító enzimet és a DUTP szinteket, így lehet majd jól kontrollálni. Feltártuk sok cikkben, itt egyet idéztem be, feltártuk sok cikkben annak a mechanizmusát, hogy hogyan is történik pontosan a DUTP-áz megjelenése ebben a baktériumban, és rájöttünk arra, hogy amikor még a fák fertőzés előtt vagyunk, akkor ugye magas a DUTP szint a baktériumban, a DNS-beli uracil szintje is magas, és érvényesül egy olyan kontroll, amiért egy másik fehérje felelős, ez a kis barna háromszög, STL nevű represszor fehérje, ami oda vezet, hogy bizonyos patogenicitásban fontos gének nem íródnak át. Ez a represszor itt ül, és nem engedi az átírást. Hogyha betámad a fág, hozza magával a DUTP-áz enzimét, akkor ez a fehérje, az enzim, le fogja bontani a DUTP-t, ami jelen van, és amikor ezt elvégezte, és már csak DUMP, a monofoszfát van a környezetben, akkor hajlamossá válik arra, hogy megkösse ezt a represszor, és ezzel a represszor eltűnik a DNS-ről, és felszabadul az átírás. Tehát egy génszabályozási mechanizmust értünk tetten, ami a DUTP-áz, DUTP és DNS-ben levő uracilhoz köthető. Egy másik kérdésünk az volt, hogy vannak-e olyan organizmusok, amikben a másik fontos védőenzim, az UDG nincsen jelen. És hát azt találtuk, több kutató ezt mondta, de aztán egyre több genombárt ismerté, és utána néztünk alaposan ennek, hogy a teljes átalakulással fejlődő rovarokban ez az UDG nevű enzim egyszerűen nincsen jelen. Na most a teljes átalakulással fejlődő rovarok teljes átalakulással fejlődnek, úgyhogy van bennük egy olyan masszív sejthalál, ami ugye máshol nem nagyon tetten érhető, és az volt a mi hipotézisünk, hogy valahogy ez a dolog köthető esetleg a DNS-beli uracilhoz. Nincs ott UDG, akkor elképzelhető, hogy egy darabig legalábbis elég jól elviszelik az uracilos DNS-t. Úgyhogy terveztünk egy olyan viszonylag egyszerű kísérletet, amiben azt akartuk nyomon követni, hogy vajon a rovarsejtek képesek-e az uracilos DNS-t értelmezni, és ennek a kontrollja egy humán sejtes kísérlet volt. Mind a két esetben a rovar ecetmuslica sejtekben, meg a humán sejtekben is kétféle plazminddal, kicsi karika DNS-sel transformáltuk a sejteket. Az egyik esetben ez normál összetételű plazmid volt, a másik esetben pedig uracil tartalmú plazmid, és ezekben a plazmidokban fluoreszcens jelzőfehérjét kódoltunk.
Azt látjuk, hogy a rovarsejtek prímán elfogadják az uracilos plazmidban kódolt jelet, és megjelenik ez a fluoreszcencia, ami ebből a plazmidból értelmezéséből származik, de a humán sejtekben csak a timines plazmid értelmeződik, ott tehát lebomlik ez a plazmid. Szóval így akkor most a sejtkultúrában legalábbis bebizonyítottuk, hogy elfogadható az uracilos DNS ebben az esetben. De mi történik magában az organizmusban, az ecetmuslicában? És erre nézve, hát sok kísérletet folytattunk, itt most néhányat szeretnék bemutatni ezekből. A fejlődési állapotokban, ugye petesejtből indul ki, aztán vannak a lárva állapotok, és utána a bebábozódás. Ezekben a fejlődési állapotokban nyomon követtük egyrészt a DOTPase enzimnek a szintjét, másrészt a DNS-beli uracilnak a szintjét, és ahhoz, hogy a DNS-beli uracil szintet lássuk, ugye ahhoz kellettek ezek a módszerek, amikre elnök úr utalt. Ugye az van, hogy az ember kutat, és akkor rájön arra, hogy valamilyen kérdés csak egy módszerrel tud megválaszolni, és mit tesz Isten, általában ezek a módszerek, amik az irodalomban le vannak írva, vagy nincs olyan jó módszer, vagy nem működik, szóval nagyon gyakran az ember kénytelen saját maga kitalálni egy jó módszert. Azt találtuk ezekben a vizsgálatokban, hogy egyértelmű, hogy az ecetmuslica fejlődésében mind a DOTPase-nak, mind pedig ennek megfelelően a DNS-beli uracilnak van egy fejlődési kontrollja. A petesejtben magas a DOTPase, alacsony a DNS-beli uracil, és aztán, ahogy megyünk a lárvális fejlődésben, lecsökken a DOTPase szint, és megnő a DNS-beli uracil. Most még itt volt egy nagyon érdekes dolog, amit meg lehetett jól vizsgálni, fontos a légy fejlődésében, meg általában a fejlődésben, az az, hogy a lárvában kétféle szövet van. Vannak úgynevezett diszk nevű dolgok, imaginális diszkuszok, imaginális szövetek, ezek túlélik a metamorfózist, belőlük lesz aztán majd a felnőtt légy mindenféle szövete. És a többi lárvális szövet pedig lebomlik a metamorfózis során. Úgyhogy megkérdeztük, hogy vajon ezekben a kétféle szövetben hogyan alakul a DOTPase és az uracil DNS szintje, és azt láttuk, hogy a DOTPase a túlélő szövetben magas, és ott alacsony az uracil DNS, a metamorfózisban lebomló szövetben alacsony a DOTPase és magas az uracilos DNS. Hát ez most nagyon szép, logikus kép, úgyhogy most ezek után még egy kísérletet pluszban elvégeztünk. Mi történik akkor, ha az imaginális diszkuszokból is valahogy kivonjuk a DOTPase-t, ezt egy csendesítési technikával tettük meg, azt találtuk, hogy igen, akkor bennük is megnő az uracilos DNS, és ráadásul ez a perturbálás letálisnak bizonyult. Úgyhogy ebben a sémában, amit Békési Angéla alkotott meg a laborban már egy jó ideje, azt szeretném összegezni, hogy ezekkel a kísérletekkel a teljes átalakulással fejlődő rovarokra valószínűleg általánosítható képben azt tudjuk mondani, hogy a DOTPase egy élet-halál döntést közvetít, és a DNS-beli uracil jelenléte a fejlődési állapottól függ. És akkor, amikor ezt elmondtam többféle szemináriumon, akkor megkérdezte, talán éppen Sarkadi Balázs volt, hogy hát mitől döglik a légy, arra válaszoltunk most, de hát hol van itten a humán, vagy akármilyen másféle fontos relevancia. Hát ezért is, de hát egyébként is érdekeltek minket a többi organizmusok. Elkezdtünk más organizmusokban is vizsgálódni, és most néhány ilyen képet szeretnék felvillantani. Hát az egérmodell az rendkívül fontos nagyon sok orvosbiológiai kutatásban. Egérben CRISPR módszerrel sikerült kiírtanunk a DOTPase gént olyan módon, hogy tényleg annak aztán már semmi csírája nem volt megfigyelhető. Mi történt erre a fejlődéssel? Azt láttuk, hogy ez a jellegű kiütés korai embrionális letalitást jelentett, és ez a korai letalitás ez azt jelentette, hogy a hólyagcsira állapotig, tehát néhány osztódáson keresztül még el voltak ezek az embriók, de utána a beágyazódás után valamivel elhaltak. Nyilván, hogy akkor itt egy olyan folyamat történt, aminek a mechanizmusát akkor tudnánk jól vizsgálni, ha az összes olyan kis fejlődési állapothoz tartozó embriót izolálnánk, abból mindenféle dolgokat meghatároznánk. Sajnos a módszerünk nagyon jó, de elég sok kiindulási anyag kell hozzá, így tehát az egérben ezek a kísérletek egyelőre számunkra nem hozzáférhetők, másféle keresztezésekkel próbáljuk itt majd megfejteni az igazságot, de szembe jött velünk egy másik modell, a zebrahal. És az zebrahal modellben ugye az a nagyon kellemes dolog van, hogy itt azért az embrió mennyisége sokkal könnyebben hozzáférhető, ezek a vízben fejlődnek, úgyhogy végre egy olyan
kísérletes rendszer állt a rendelkezésünkre együttműködésben, ahol tudtunk annyi anyagot nyerni, hogy a fejlődés során a DNS-beli uracil szinteket jól meg tudtuk vizsgálni. És mit találtunk? Azt találtuk, hogy az uracil szintje a korai embrionális fázisokban, hát ez volt a legkorábbi embrió, amiből sikerült elegendő mennyiséget izolálnunk, magasabb, mint utána, és ez az átmenet magas-alacsony között valahol ahhoz a nagyon fontos fejlődési lépéshez kötődik, amikor a zigóta, az embrió átáll a saját DNS-ének az értelmezésére, ez az, ami ott MZT-vel van bejelölve. Hát ez egy érdekes dolog, és akkor látjuk itten, fejlődésben van valahol a DNS-ben uracil. Milyen uracil ez? Timin helyettesítő, vagy citozinból dezaminálással képződő uracil? Hát a citozinból dezaminálással képződő uracil lenne ottan, akkor az elég komoly mutációkhoz vezetne. Az sem kizárt teljesen, hogy ez valahol hozzájárulhat mindenféle variációkhoz, de a másik lehetőségre, hogy timin helyettesítő uracilról van-e szó, egy másik kísérletet tudtunk tervezni, ami egyszerűen arról szólt, hogy direkt módon meghatároztuk a sejtben, az embrió sejtekben jelenlevő nukleotid szinteket. És ezen az ábrán itt most ezekre a kék oszlopokra szeretném fölhívni a figyelmet, amelyek viszonylag magasak a petesejtben, a nulla órás megtermékenyített embrióban, és aztán elkezdenek így csökkenni, úgyhogy a végére már úgy eléggé lecsökkennek. Azt kell tudnunk ennek az ábrának a jó értelmezéséhez, hogyha bárhonnan veszünk sejteket, és azokban megpróbáljuk megmérni a DUTP szintet, az mindig nagyon alacsony. Mert ugye a DUTP az enzim, ezen nagyon dolgozik, hogy ne legyen sok DUTP, ez a káros nukleotid tűnjön el a sejtekből. Tehát az, hogy mi itt most ilyen magas DUTP szinteket találtunk, meglepő, és egyben annak a valószínűségét veti fel, hogy az a bizonyos uracil, amit láttunk a fejlődési állapotban, az timin helyettesítő uracil. Hát itt még nagyon sok minden áll előttünk, de minden esetre ez egy olyan kísérleti projekt, amit a jövőben nagyon aktívan szeretnénk folytatni, és majd később talán beszámolok róla, hogy hova jutottunk. Szóval azt láttuk, hogy több modellben is a DNS-beli uracil jelenléte elképzelhető és bizonyított. Úgyhogy a következő kérdésünk az volt, hogy hogyan lehetne tetten érni, egyrészt kvantitatívan megnézni, hogy mennyi uracil, de a másik az, hogy hol vannak ezek az uracilok az adott genomba. És akkor itt megint egy módszerfejlesztésbe kellett fognunk, ahol a kiindulási molekula, ami a DNS-beli uracilt felismeri, az az evolúció által létrehozott UDG enzim volt. Emlékszünk rá, Svante Pávó is ezt használta, ez egy nagyon szuper jó enzim, nagyon jól felismeri az uracilt, szorosan köt hozzá, csak az a baj, hogy aztán kivágja. Ezért módosítottuk ezt a szenzormolekulát, az enzimatikus aktivitást tönkretettük néhány pontmutációval, így tehát egy olyan molekulánk lett, ami ráköt az uracilra, és nem vágja ki. És ez az alapja mindenféle olyan konstruktoknak, amikhez színes, immunprecipitálható egyéb tegeket rakunk, és ezzel mikroszkópiás módszerekkel meg tudjuk állapítani, meg tudjuk nézni, vizualizálni a kromoszómákban található uracilt, amit ezek a piros pöttyök mutatnak a különböző mikroszkópos technikákkal elkészített képeken. Hát amikor ezeket először láttuk, nagyon örültünk, és elsősorban, amit észre lehet ezeken venni, az az, hogy ez a festődés nem egy diffúz, homogén festődés, hanem heterogén pöttyöket látunk, szóval van értelme annak a kérdésnek, hogy hol is vannak azok az uracilok, mert nem mindenhol vannak. Hát, hogy közelebb jussunk ahhoz, hogy hol vannak, ahhoz szekvenálni kell, és ehhez a szekvenáláshoz felhasználva az uracilos szenzort egy immunprecipitációhoz kapcsolódó módszert fejlesztettünk ki, aminek az eredménye klinikai relevanciával járó kísérletsorozat megindításához vezetett el. Ezt a módszert felhasználva ugyanis meg tudtuk mutatni, be tudtuk bizonyítani, hogy olyan rákterápiában használt gyógyszerek, amelyek egyaránt a timidinát bioszintézisbe szólnak bele, ezek a raltitrexed, meg a fluorodezoxiuridin, ezek a gyógyszerek másféle uracil mintázatot hoznak létre a DNS-ben. Van olyan elkülöníthető jelük, amely az egyes gyógyszerekhez köthető. Az egyik gyógyszerben ilyen, a másik gyógyszerben olyan. Na most ez szerintük azért nagyon érdekes, mert a gyógyszer hatásmechanizmusra rögtön a gyógyszer első hatásánál tud ránézni. Ugye ezek a gyógyszerek uracilosítani akarják a DNS-t, és mi ezt az első lépést tudjuk kvantitatíven vizsgálni.
Itt a raltitrexet meg az 5-fluorodezoxiuridin nevű gyógyszereket vizsgáltuk, és egy következő mikroszkópos ábrán azt szeretném megmutatni önöknek, hogy ez a kétféle gyógyszer, a zöld háttérrel nevű fluorodezoxiuridin meg a kék raltitrexet másképpen kolokalizál histon markerekkel. Ez itt egy reprezentatív kép, nagyon sok histon markerrel ezt a kolokalizációs vizsgálatot el tudjuk végezni. Tehát van egy mikroszkópos módszerünk, és a szekvenálásból hova is jutunk. Most a szekvenálásból ugye meg tudjuk határozni, hogy egyes szegmensekben hogyan halmozódik fel az uracil. Ebből az adott szegmensben levő génekre tudunk egy uracil mérőszámot, uracil számot, uracil score-t számolni, és aztán megkérdezzük ezekről a uracil számokról, uracél számokról, hogy hogyan oszlanak el a génekben, attól függően, hogy a kezelés milyen gyógyszerrel történt. És látjuk ebben a Venn diagramban, hogy a kétféle gyógyszerrel való kezelés van, amikor azonos génekben uracilosít, és van, amikor másféle génekben. Hát mik ezek a gének? Na, ez mondjuk nagyon érdekel most minket. Most pillanatnyilag ugye ezt nagyon kutatjuk, hogy pontosan milyen gének uracilosodnak az egyes gyógyszerek hatására. Itt most van egy olyan érzésünk, egy olyan adatokkal alátámasztott, még majd több párhuzamosan is igazolandó érzésünk, ami azt mutatja, hogy az 5-fluorodezoxiuridin esetében transzkripciós faktorok és IgG gének, a raltitrexednél pedig érdekes módon RNS kapcsolt szabályozásban fontos gének uracilosodnak elsősorban. Tehát összegezéssel azt lehet mondani, hogy egyértelmű, hogy a különböző gyógyszerek, amik ugyanazon a hatás, ugyanazon a ponton támadják a sejtet, másféle hatásmechanizmussal rendelkeznek, és ez biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban jól kihasználható lesz a gyógyszerek jobb áravonalasításában. És akkor most így szeretnék sok köszönetet mondani. Először is a szüleimnek, Vértesi Kornélnak és Herepei Csákányi Csillának, akik a 20. század rengeteg viszontagsága között megteremtették nekem azt a lehetőséget, hogy ide születhetek. Ők nem mentek el ebből a hazából soha, és az ő üzenetük számomra mind a mai napig érvényes, sajnos már nincsenek velünk. Szeretnék nagyon komolyan köszönetet mondani az Apáczai Gimnáziumnak, ahol ugye a gimnáziumi éveimet töltöttem, és ami egy olyan kivételesen fontos és jó háttér volt, ahol itt felsoroltam néhány tanárt matematikából, fizikából, kémiából és biológiából, de nem csak a természettudományokból és a matematikából, hanem irodalomból, történelemből is olyan háttért kaptunk, ami kinyitotta a szemünket nagyon sok mindenre, és számomra személyesen is volt ennek a gimnáziumi éveknek egy komoly hozadéka, majd elmondom, mi az. Szeretnék köszönetet mondani szakmai mestereimnek. Ugye az ember tanul, ahogy a pályáján végigmegy, és én nagyon szerencsés voltam abban, hogy először Keleti Tamástól tanulhattam enzimkinetikát, Kazinczy Névos Máriától, akivel az első éveket töltöttem az Enzimológiai Intézetben, hogy hogyan is kell kísérleteket tervezni, adatokat értelmezni, Ovádi Judittól, hogy hipotéziseket hogyan is jó felállítani, a kísérleti értelmezést és az új kísérletek tervezésébe ezeket visszaforgatni. A két külföldi tartózkodásom során Chicagóban Theodor Stecktől és Michael Cepetszauertől pedig az adott témákra vonatkozó, nagyon komoly ismeretanyagban volt lehetőségem részesülni, és külön szerencsés vagyok, hogy az Enzimológiai Intézetben Straubev Bruno és Friedrich Péter igazgatók támogatták végig az előre menetelemet. Szeretnék nagyon komoly köszönetet mondani az együttműködő partnereimnek, akiket most nem fogok mind felolvasni, mert sokan vannak, és ez a felsorolás sem teljes. Ugye az ember manapság nem egyedül bemegy a laborba, vagy a könyvtárba, és akkor próbál valamit csinálni. Ahhoz, hogy egy komoly eredményt letegyünk az asztalra, nagyon sokféle módszerre, lehetőségre van szükség, és ezt adják a jó kollaborációk. Nagyon köszönöm Erdélyi Miklósnak a Muslicával kapcsolatos kollaborációt, ami nagyon komoly eredményekhez vezetett, és köszönöm Varga Máténak, hogy most az ebrahalas kísérleteket együtt folytathatjuk, Góce Ellennel és Hiripi Lászlóval pedig az egérkísérletekben működünk együtt. A többi együttműködés részben a szerkezeti biológiai részt érinti, és van egy másik témánk, a plazmodiummal is sokat foglalkozunk, ahol külföldi együttműködőink vannak. Munkahelyeimnek szeretném megköszönni a légkört,
ami mindenféle külső baj esetében is próbálja mindig biztosítani azt, hogy mind az enzimológiai intézetben, mind pedig a műegyetemi tanszéken van lehetőség a kutatásra és az oktatásra. És ezért köszönöm mindkét intézmény mindenkori vezetésének azt, hogy ezért a jelenlegi nehéz körülmények között is mindent megtesznek. És végül, már utolsó sorban, csoportomnak szeretném megköszönni azt, hogy bárhol is vagyunk, legyünk akár ugye a laborban, egy régi csoportkép, konferencián, ami éppen most készült nyáron, egy régebbi éves lab meeting utáni csoportfotó, vagy a mostani csoportfotó is. Ezek a képek azt talán visszaadják azt az érzést, hogy a mi csoportunk az úgy működik, hogy nem úgy van, hogy bejön valaki és megmondja, hogy na, akkor most holnaptól mindenki ezt csinálja, kiosztja a feladatokat, és mindenki megy és csinálja a kísérletet, hanem megbeszéljük, hogy miről is van szó. Azt gondolom, hogy ez nagyon sokat hozzáad a diákok, és hát saját magunk fejlődéséhez is. És az utolsó diám a családomnak szól. Férjemmel a gimnáziumban ismerkedtünk meg, és azóta is társam és partnerem mindenféle kirándulásainkban a tudomány és egyéb területeken. Vince és Viola a gyerekeink, most már felnőtt emberek, és nekik köszönhetően sok unokának is örülhetünk. Szeretném megköszönni önöknek a megtisztelő figyelmet és tiszteletet. Szeretettel nyújtom át neked, és azért, hogy egy jó szép kép.